Ökrös szekérrel is be lehetett járni a hétvégén a több mint 300 hektáros Krisna völgyet. A somogyvámosi ökofalu és biofarm ugyanis ismét megrendezte népszerű búcsúját. Minden csendes, nyugodt, mindenki barátságos, tehát teljesen így lelassul az ember, főleg, hogyha Budapestről érkezik. Új illatok, ízek. A látogatók amellett, hogy belekóstolhattak a Krisna tudatú emberek hétköznapjaiba, életfelfogásukba, megcsodálhatták az indiai építészetet és a népi viseletet is. Azt vettem észre, hogy nagyon felgyorsult minden, szóval folyamatosan kapjuk, hogy mit vegyünk, mindenféle táblák, gyorsan menjünk dolgozni, hazamegyünk, otthoni teendők, szóval, hogy nincs idő önmagunkra. És nekem a Krisna tudat segítség, hogy egy kicsit így lecsillapodjak. Az érdeklődők megnézhették a Krisna völgy híres állattenyésztési, illetve növénytermesztési technológiáit, és megismerkedhettek az indiai gasztronómiával is. Sőt, akár a közösség vallásához is közelebb kerülhettek. A hindu szentírás, az a Bhagavad Gita, és az fő tanítása az, hogy nem egy életünk van, hanem újra és újra megszülethetünk emberi, vagy akár állati testben is, de az emberi élet célja az, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és a szívünkben lévő szunnyadó Isten szeretetet felébresszük. A rendezvény 3 napja alatt több ezer ember fordult meg a somogyvámosi Krisna völgyben.